Hello, sziasztok! Újabb érdekességeket hozunk a mai videóban, a Bóli barlangot és a déli Kárpátokban lévő transzalpínai átjáróhoz közel lévő útszakasznak az útmenti, útszéli jégbirodalmát. A Bóli barlang a Grödistelmond Cellului Csoklovina Nemzeti Parkban található, Petrozsénytől 6 kilométerre, a Petrozsényi és a Hátszegi medencét összekötő út mellett, amely könnyen megközelíthető és látogatható. A barlang elnevezése valószínűleg a Bólia nemes családnévből származik. A barlangban már őskori maradványokat is találtak, őskori óriásmedve csontjait is láthatjuk kiállítva. Hasonlóan, mint a Bucsecs hegységben található Jelomicei barlangban, amelyet bemutattunk már egy előző videónkban, a Bóli barlang az egyetlen barlang Romániában, ahol egy patak vagy folyóvíz teljesen átszel egy barlangot. Ez a hegyi patak még Zsuponyásza néven folyik be a széles barlangbejáraton, és kanyarog a 460 méter hosszú, 10 méter magas és 10, illetve helyenként 75 méter széles barlangon, majd a túlsó végén a vasút közelében Galbenon néven hagyja el a barlangot. Mielőtt lemennénk a lépcsőkön a barlang bejáratához, találhatunk egy térképet, amelyen 15 látogatható pont van feltüntetve. Ezekből hamarosan megmutatjuk a főbb és a könnyen meglátogatható pontokat. A barlang világítása, ahogy láthatjátok, varázslatos, akusztikája kitűnő, olyannyira, hogy koncerteket és színpadi előadásokat is szoktak itt rendezni. Többek közt itt játszottak Jósika Miklós Abafi című regényének egyes eseményei. A barlangot a 19. század végén az Erdélyi Kárpát Egyesület Petrozsényi osztálya, valamint a környékbeli bányászok tették járhatóvá a turisták számára, hidak és lépcsők kiépítésével. Van itt egy természet alkotta különleges kegyhely is a barlang falán, mintha Szűz Mária alakja ábrázolódna ki a kisdeddel a karján. A misztikus jelenség valóságos zarándok helyé tette ezt a barlangot. A barlang falán találhatóak barlangrajzok. A barlangot, mint rejtek helyet nem csak a középkorban, de az első világháború idején is használták, utóbbinál főleg hadi célokra. A Bóli barlang hazánk talán egyik legkönnyebben és leginkább látogatható és látogatott barlangja. Ha erre jártok, ne hagyjátok ki. Innen hazafele irányítottuk kocsink útját. Két lehetséges útvonal is volt erre számunkra. Vissza a Hátszeg városa fele, mint utólag kiderült, ez lett volna a könnyebbik út. Vagy a másik, amely a déli Kárpátokon vezet keresztül, a transzalpinai átjárót érintve,
Mi ez utóbbit választottuk, mert a barlangot felügyelő úriember is támogatta ezt, garantálva, hogy az út járható. Az út eleje jónak ígérkezett, és így szerencsénk volt látni a déli Kárpátokon való átjáró első szakaszában egy igazi jégbirodalmat. A jégbirodalmat elhagyva gyorsan ráérkeztünk a havas utakra. Sajnos a hóláncunk egy másik autóban felejtődött, de szerencsére korábban járhatott itt a hókotró, mert járható volt az út. Igaz, sietnünk kellett, mert lassan elkezdett ismét havazni és besötétedni. Meg mínusz 12 fok is volt, és a hegyekben könnyen beragadhat az ember. Volt, aki visszafordult, mivel a hátsó kerék meghajtású autók nem igazán érvényesültek itt, de mivel nekünk visszafordulni már nem igazán volt időnk, így helyenként a már 5-10 centis hóban a meredek hegyen fölfele dinamikus tempóval sikerült átjutni. Félve, hogy sebességvesztés fejében kockáztatnánk a továbbjutás lehetőségét, a kanyargós szerpentines úton próbáltuk tartani a tempót. Igaz, egy kis drifteléssel, de ellenkormányzással és talán az autó elektronikájának köszönhetően biztonságosan átjutottunk a Kárpátokon. Erről sajnos nem igazán készült videó, ugyanis a nagy izgalomban mindahányan az ablakokra tapadva izgultuk végig az utazást. Legyetek jók, kívánok hasonló, sőt, még ennél is jobb élményeket nektek. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és támogassatok minket egy-egy feliratkozással. Köszönjük szépen, sziasztok!